A dolgos évek után minden nő számára kiváló lehetőség a kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetősége. A nők 40 mögötti társadalom és családi hátteréről Acél Petra egyetemi tanárt kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kezdésokolom! Miért fontos az, hogy a nők hamarabb mehessenek nyugdíjba? Milyen segítség lehet ez? Olyan érdekes, hogy ezt pont egy nő kérdezi tőlem, hiszen azért mi jól tudjuk, hogy bizony a munka mellett, tehát a munkában, a munkaidőben töltött idő mellett azért az otthoni munka is jelentős egy nő életében. Ráadásul szívesen is csináljuk. Tehát tudjuk azt kutatásokból, hogy amikor a nő hazaér és ott is el kell végezni, egyébként nem csak az anyagi munkát, tehát főzni, takarítani, hanem a szeretett munkát is, azt könnyen csináljuk, könnyen átállunk rá. És alapvetően ennek a kezdeményezésnek a hátterében éppen az van, hogy ezt a nagyon-nagyon sok munkát értékelje, lehetővé tegye, hogy egy munkával eltöltött 4 évtized után azért az se kevés. Tehát, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy az kevés egy ember életében, hazamehessen, és újra olyan értelemben kapocs lehessen a fiatalok, a saját szülei között egy nő, ami egyébként ez a kapocs jelentősen szolgálja az akkor dolgozók nyugalmát, tehát az, hogy a gyerekük mellől el tudjanak menni dolgozni, hogy az a munka hasznos legyen a munkahelyen, hiszen lelkileg nyugodtak. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy hosszú távon az ilyen intézkedések összességében jelentősen segítik a család virágzását úgy is, mint a társadalom alkotó eleme, és úgy is, mint munkaerőt adó egységet. Hogyan lehet ehhez a lehetőséghez hozzájutni? Tehát, hogyha valaki ezt szeretné a saját magáénak és az életét így alakítani, akkor ezt jeleznie kell a munkaadójának? Nem. Vagy ezt a munkaadó kínálja fel ezt a lehetőséget? Ez egy opció alapvetően, amit az egyén választhat, amennyiben eltöltött munkaviszonyban 40 évet, illetve tudjuk, hogy a gyerekneveléssel töltött idő ebbe beleszámít maximum 8 évig, illetve vannak aztán speciális opciók is, de azt mondjuk, hogy ilyen értelemben a gyereknevelés mellett 32 évet munkaviszonyban tölt, tehát járulékot fizet, és élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor élni tud. Tehát amennyiben igazolni tudja, hogy mindez a hosszú munkaviszony megvan, akkor el tud menni. Ráadásul itt a munkaadónak az utolsó időszakban ez a nők 40 plusz külön kedvezmény jár azért, hogyha a védett időszakban érő nő 55 éves kortól egy ilyen nőt alkalmaz, akkor alapvetően neki, mint munkaadónak kedvezmények járnak azért, mert aztán a nő jelzi, hogy elmegy nyugdíjba, tehát erre az időszakra sem marad ki az esetleg veszélyeztetett korban, tehát a munka szempontjából veszélyeztetett korban lévő nő. Nem tudom, te mennyire tapasztalod, de én abszolút azt látom így a környezetemben, hogy óriási nagymama hiány van különböző okok miatt, mert még dolgoznak, vagy már nagyon kimerült. Ez bizonyos megoldása lehet annak, hogy mondjuk olyan nagymamát kapjunk, ami elősegíti azt, hogy én mondjuk az én koromban biztonságosabban tudjak dolgozni, gondolok itt az érzelmi biztonságra. Hát, illetve úgy egészen, hogy nagymama van, szerencsére, csak van. Olyan, akire igazából számíthatunk, akire rá tudunk bízni, mondjuk egy éves kisgyereket mondjuk. Szerintem is azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta szereplő és szerep a családban. Tehát a nagymama szerepe nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy van valaki otthon a gyerekkel. Igen. Pontosan. Hanem azt jelenti, hogy a család egészének a történeti folytonosságát, kulturális egységét, hogy ilyen nagy szavakat mondjak így kora reggel, biztosítja. Ad egy olyan fajta tapasztalati rálátást annak a kicsinek, amely aztán később egy csomó készségét fejleszti, és aztán később is. Ugye tudjuk például, hogy sokáig azt hittük, hogy a legkisebb gyerekeknek van szükségük a legtöbb időre naponta a szüleiktől, ma már azt is tudjuk, hogy a kamaszoknak is rengeteg. Rengeteg, szinte 6 órányi külön időre lenne szükség. Ezt nem mindig tudja a szülő, a dolgozó szülő megadni, tehát a jelenlévő nagymama azzal a nyitottsággal, figyelemmel, és hozzáteszem azzal az élettapasztalattal, tehát ne csak a reklámok fájdalommal küzdő nagymamáit képzeljük el ide, bocsánat, hogy ezt mondom, hanem a tartalmas élettörténeteket, tapasztalatokat átadni képes nagymamát is, szóval egy ilyen nagymama rengeteget tesz azért, hogy a gyermek fejlődése és a család épsége megmaradjon. Tudjuk, hogy az olyan gyerekek, akik interaktív környezetben nőnek, főleg ész pályájukon sikeresebbek, többet keresnek, tehát nagyon-nagyon sok közvetett hatása lehet annak, hogyha a nőnek
59 éves korától mondjuk, mert tudjuk, hogy ez az átlag, amikortól úgy tűnik, hogy igénybe veszik ezt a kedvezményt. Még egy nagyon tartalmas ajándékozó élete van, és ezzel az ajándékozó élettel nagyon sokat segíthet abban, hogy a felnövő generációk sikeres munkavállalók legyenek. És egy nagyon érdekes dolgot említettünk az előbb a szünetben, hogy mennyire nehezíti nekünk a lelki folyamatainkat nőknek a munkában vagy a munkaerőpiacban az, hogy mondjuk nem érezzük biztonságban a gyerekünket, hogy erre egy kutatás is van. Igen, ugye tudjuk azt, hogy ma a vállalatok egyik legnagyobb vesztesége, hogy a benn dolgozó ember nem hatékonyan dolgozik, mással köti le magát, aggódik, nem érzi jól magát, más köti le. Többek között például a kisgyermekesek nagyon gyakran aggódnak, tehát arra gondolnak, hogy ki oldja meg, hogy elhozzam a gyereket, elvégyem a gyereket, el kell szaladnom előbb. Gyakorlatilag ott van, de még sincs ott. Ott van, de még sincs ott, ugye ez a hiányzó jelenlét, vagy ez a hiányos jelenlét, ahogy ezt nevezzük. Ezt például a szeretett kapcsolaton alapuló bizalom, ami ugye a nagymamát jelentés, a nagymamát ki is fejezi a családban, ez biztos, hogy megoldhatja. Tehát látszólag ez egy, ha úgy tetszik, nyugdíjintézkedés. Valójában ez egy nagyon-nagyon hosszú távú döntés lehet, amelynek egyébként sok magyar nő látja az értelmét, hiszen 2017 végéig 220 ezeren igénybe is vették ezt. Jó, ezt akartam kérdezni egyébként, hogy mennyien tudnak erről, és mennyien veszik igénybe. Jó, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy köszönöm, hogy elmondhattam.